Ez a videó most teljesen más lesz, mint a többi. Most egy olyan dologról fogunk beszélni, ami igazából furcsa, érdekes, rejtélyes. Először is megmutatom, hogy miről is beszélek. Elsőre olyan, mintha egy bálna hangja lenne. Aztán átvált valami trombita-szerűségre. Majd hirtelen a Five Nights at Freddy's-ből ugrik be egy hangeffekt. Ebben a videóban láthatjátok, hogy épp egy hatalmas vihar közeleg, miközben ez a jelenség folyamatban van. Ha minden igaz, akkor ez az egész 2008-ban kezdődött Fehér Oroszországban, és ez az évek alatt világméretűvé nőtte ki magát. De mégis mi lehet ez? Mi a fene okozhatja ezt a furcsa, érdekes hangot? Sokan úgy vélekedtek erről, hogy ez egy isteni jel, mely a világ végére, az apokalipszisre figyelmeztető hang. De még mielőtt elkezdenénk berendezni a kis atombiztos bunkerünket, el kell gondolkoznunk valamin. Amit látunk, az vajon igaz? Amint erről az első híradás megjelenik a mainstream médiában, és az emberek rejtélyt cimatolnak, a sajtótermékek még jobban rányomulnak a témára, és megjelennek azok is, akik rájátszanak egy éppen aktuális hype-ra. Csak egy példa. Ma már negyed óra alatt bárki készíthet olyan felvételt, amivel százezreket megviccelhet. És ez igaz is. Íme egy magyar videó, melyben Esztergomban, azon belül is a Szamárhegyen rögzítette ki ilyesféle hangokat. Viszont a videó értékelésén és a kommentek alapján az szűrhető le, hogy az emberek kamunak vélik a videót. Sajnos nagyon lehet hallani 1.01-ről 1.02-re a váltást, hogy csak alá van vágva. Ezt most kipróbálom. Képzeljétek, a minap éppen sétáltam a francse tudja hová, amikor ezeket a hangokat hallottam. Oké. Bizonyára sokatoban felmerült az, hogy mi van akkor, ha ezek a hangok nem is az égből jönnek, hanem mondjuk egy közeli gyárból. Nos, ez lehetséges, de ez nem csak Magyarországon, vagy még pár országban történt, hanem az egész világon. Ó,
és még a hírek is beszámoltak róla. Jól van, találgattunk, átnézegettünk videókat, olvastunk cikkeket, de mi az igazság? Ha tudományosan közelítjük meg a dolgokat, akkor választ így kapjuk meg. A legvalószínűbb magyarázat, hogy a bolygó háttérzörejét lehet hallani. A tudósok szerint biztosan valamilyen geofizikai ok áll a hüllőgés mögött, de az, hogy mi, nem tudni. Lehet a tektonikai lemezek mozgása, földrengések hangjai, az atmoszférában szétrobbant meteorok hanghullámai esetleg napkitörések hatása. Aha. Értem. Tehát nincs világvége, nincs apokalipszis, nincsenek űrlények sem, mindössze csak egy hümmögés, aminek több magyarázata is lehet. Én őszintén még nem igazán voltam tanúja ennek a jelenségnek. De szívesen lennék az. Ami azt illeti, ez már egy igen régi téma, de ettől függetlenül lehet van olyan, aki még nem is hallott erről. Remélem tetszett nektek ez a videó, ha így volt, akkor mindenképp írjátok meg kommentben. Ha tudtok, írjatok ötleteket, hogy miről csinálhatnék ilyesfajta videókat. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!